Könyvklub. Minden nap könyv a Klubrádióban. A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT. A Játszótárs című könyv valójában egy rendhagyó szótár 5246 szópárral. A szópárgyűjtemény tulajdonképpen szellemi játék a szavakkal. Stílusa a nonszensz irodalomhoz áll a legközelebb, annak is leginkább a játékosságát képviseli. A szópáralkotás az 1960-as évek elejétől a könyvkiadásáig tartott, tehát közel 55 éven át. A Játszótárs szórakoztat, elgondolkodtat, megnevettet, kikapcsol. A könyv szerzőjét, Kis Csabát először a kötet címéről kérdeztem, mert hogy már maga a cím is egy szójáték. Játszótárs a könyv címe, nem véletlenül nagyon sokat gondolkodtam rajta, és megpróbáltam egy olyan összetett szót kitalálni, ami utal mindenfélére. Elsősorban a címnek a belsejét érdemes megragadni, ami a szótár fogalmat öleli fel. Nyilvánvalóan, hogy az egész könyvnek a hangulata szótár jellegű. És megpróbáltam a szavakkal tovább játszani, például eleve a játék benne van a játszó kifejezésbe, akkor a társ, hogy a legtöbb embernek jó társa lehet. Aztán a játszótárs önmagában is nem csak egy könyvre, hanem bármire utalhat. Szójáték jellege van a dolognak, és még az érdekesebben, hogy a szavak minden esetben szópárként jelennek meg a könyvben. Úgy is nevezhetném, hogy szópár-szótár, hiszen a két szó, a szópár adja közvetlenül a rejtett harmadik értelmét annak a szónak, ami igazából hangulatot, jópofaságot, kedvet, derűt csinálhat az embernek, amire egyébként nem is gondolná. De hogyan jutottak eszébe ezek a szópárok, tehát honnan származnak ezek? Úgy jutottak eszébe, hogy világéletemben szerettem az irodalmat, nagyon sokat olvastam, és az olvasás során arra jöttem rá, hogy a magyar nyelv rendkívül színes, és ugyanazokat a kifejezéseket rengeteg más módon ki lehet használni, és arra is rájöttem, hogy némelyik szónál ezek a szinonímák teljesen mást jelentenek, nem is gondoljuk, hogy ez valójában szinoníma, pedig az. Mondok egy példát, hogy jól érthető legyen. Az, hogy veszőparipa, ezt mindenki tudja, hogy mi. Azt is tudja mindenki, hogy mi a botló. És az a kettő együtt, hogy veszőparipa, botló, már mindjárt adja is azt a harmadik jelentést, amit az ember úgy belegondol a két szó hallatán. Pont arra gondoltam, hogy hozzunk néhány példát ebből a kötetből. Mondhatok még néhány ilyen hasonló példát. Megpróbálom ezeket nem kifejteni, mert a kifejtés igazából olyan, mintha egy viccet az ember elkezdene megmagyarázni. Hagy legyenek ezek önálló alkotott szópárok, ilyen például, hogy a beton az alapanyag, vagy a birtok az tulajdonnév, vagy boszorkányégetés, anyósülés. Vagy vannak most az ünnepi körrel kapcsolatos kifejezések, például ilyen, hogy a virágajándék az egy papás növény, a hóember téli báb, ez egy áthallásos valami. Aztán van ilyen, aki ismeri a Beatles együttest és a történetét, tudja, hogy kiadtak egy lemezt borsörmester címmel, hát én a csapost borsörmesternek nevezem. Borsörmester. A fakép az például szilikon. Bármelyik fa lehetne, de nem akármelyik, hanem a szilfa, és az ikon az pedig kép, így adja magát, hogy a fakép a szilikon, közben a szilikon az teljesen mást jelent. Vagy a simpára mozdonyvezető. Gondoljunk bele, hogy tényleg az. Vagy olyat is mondhatnék, hogy a tejút az a naptár, vagy a dátum az napszám. Talán ízelítő elég is, a könyvben összesen 5246 ilyen szópár található. Azért 5246, mert a könyvnek a megszerkesztésénél egy adott oldalban gondolkodtunk, és ezt az oldalszámot nem szerettük volna túllépni. A könyv készítése legalább 55 éven át tartott, eleinte csak fejben próbáltam megjegyezni. Később rájöttem, hogy ezt ízlik el, mert lehet nekem akármilyen jó memóriám ennyit képtelenség megtartani, és lejegyzeteltem. A jegyzetelés során mindegyik kapott egy sorszámot, kb. 15 ezer szópár gyűjt össze, mire a könyv készítéséhez nekiálltam. Aztán ezt a 15 ezeret igazából le kellett csikíteni, hogy az adott oldalszámot ne haladja meg. Ugye tartozik ez a kötethez egy CD is, a Hallhatatlan hangok, ez a címe. Ez hogyan kapcsolódik ezekhez a szópárokhoz? A CD-nek és a könyvnek elvileg nincs semmi köze egymáshoz, úgy kapcsolódik hozzá, hogy a fiam alkotta meg a zenét, én alkottam meg a könyvet, de a könyvnek a dizájnját és az egész megszerkesztését, törtelését, nyomdára, kész állapotát ő hozta létre.
a CD-t, mint egy gratisként beletettük a könyvbe. Aki nagyon szereti a zenét, lehet, hogy jobban fogja szeretni azt a zenét, ami a könyvben van, mint magát a könyvet, vagy fordítva, a könyv mellé kap valaki gratisba egy CD-t, és a CD-t akár a könyv olvasása után, közben, vagy bármikor tudja hallgatni, ajánlom mindenkinek, kimívelt, finoman, megkomponált zenékről van szó, szinte opuszok, úgy kell beleélni magát valakinek, és az első hallgatás után kérem, ne tegye le senki, hallgassa meg kétszer-háromszor, ha nem is, azonnal végig szenzációs élményben lesz része. Tehát azt gondolom, hogy a CD hallgatása, akár a játszótárs könyv olvasása közben is megtörtént. Játszótárs. Kis Csaba könyve magánkiadásban jelent meg, és Gerendai Bars Ágnes ajánlotta. Könyvklub. Minden nap könyv a Klubrádióban. A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT.